Erős vár a mi Istenünk, Isten hozott mindenkit. Az éneklés nem gyülekező ének, hanem már Isten dicsőítése és imádság. Azzal együtt, hogy még mindig érkeznek a testvérek. Én azt javaslom, hogy most egy imát is mondjunk, prózában is, lélek által. Drága Úrunk, köszönjük, hogy élünk, köszönjük, hogy itt vagyunk. Köszönjük, hogy Te életre, örök életre álmodtál, akartál és teremtettél meg mindannyiunkat. Köszönjük, hogy Te benned élünk, mozgunk és vagyunk, és nem vagy messzire egyikünktől sem. Most mégis arra kérünk, hogy ne csak közöttünk legyél, ne csak a igehirdető vagy bizonyságtevők szájában, más énekekben, hanem könyörülj rajtunk, jöjj az mi életünkbe, rád van szükségünk. Ha már volt talán megtérésünk bármikor, de mindnyájunknak szükségünk van rád, megújulásra, reformációra. Szeretnénk ezen a napon akaratod szerint együtt lenni, lélekben, igazságban a te dicsőségedre, mindnyájunk épülésére. Őrizd meg azokat, akik még úton vannak, és áldj meg minket, hogy megajándékozottan menjünk haza. Amen. Új szívet adok nektek, új lelket adok belétek. Nem kellett nagyon keresni ennek a napnak a témáját. Tudjuk, hogy a reformáció, a világkereszténység szerintem legnagyobb ébredése, legnagyobb lelki megújulása 500 évvel ezelőtt indult, azzal együtt, hogy ez is folyamatos, hiszen volt korábban Assisi Ferenctől kezdve sokféle fajta mozgás, mozgalom, szoktuk mondani őket előreformátoroknak is, de valahogy a 16. században olyan mínuszra került, nem nullpontra, mínuszra került az egyház, hogy Isten lökhette volna az egészet a tűzre, és mégis elküldte az ő igéjét, és megújított embereket egyénileg, személyesen, és aztán közösségileg is. És a Herhuti lózunk, az útmutató éves igéje ez, hogy Isten maga cselekszik, ő ad új szívet, reménység szerint erről szól majd az igehirdetés. Isten hozott mindenkit. És akkor szeretettel, tisztelettel kérem Szemerei János dunántúli nyugati püspöktestvérünket, aki a missziót is segíti az egyházunkban, hogy ő köszöntsön minket. Nagyon nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit, aki eljött ma a Deák térre, és köszöntésként egy bibliai igét szeretnék olvasni önöknek, mégpedig egy ószövetségi evangéliumot. Egészen pontosan a 40. fejezet 30. és 31. versét. Elfáradnak és ellankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak, de akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szányra kelnek, mint a sasok, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. Az a reménységünk a mai evangelizációval kapcsolatban is, hogy tapasztalatunk lesz arról, hogy az Isten közelségében erőforrást találhatunk, és én őszinte szívemből azt kívánom valamennyiüknek ennek a napnak, hogy az Isten áldása töltse be az együtt töltött perceket, alkalmakat, hogy gazdagodva, erősödve, hitben kiteljesedve folytathassuk utunkat. Isten áldását kívánom az egész napra és valamennyiükre.